Hongkong lehet az ázsiai kriptó központ. Ilyen hírek láttak napvilágot, hogy állítólag lehet, hogy már júniustól teljesen legális lesz Hongkongban az állampolgárok számára kriptót venni, eladni, kereskedni vele, sőt, Kínában pedig az intézményi befektetők számára biztosítanák mindezt. Ez pedig azért nagyon fontos hír, hiszen tudjuk, hogy Kína hogy állt hozzá a kriptóz az utóbbi időszakban, és ugye folyamatos versengés van Kína és az Egyesült Államok között itt a hatalmi harc, Márpedig, már pedig, hogyha a Kína ismételten Hongkonggal az élen, ugye lépne a kriptó irányába és kedveze neki, akkor nagyon vigyáznia kell az usa hogy milyen szabályzásokat hoz, hogy nehogy ebben a játékban alul maradjon, ez pedig összességében jó lehet a kriptónak.